Nekünk abszolút jól sikerült, még el is spóroltuk. Igazából 10 éves Matador vizes gumikkal mentünk, úgyhogy sokat nem is vártunk tőle, ehhez képest jöttünk egy harmadik, kategória harmadik időt és egy abszolút ötödiket, úgyhogy teljesen meglepődtünk és nagyon jó hétvégének nézünk elébe. Abszolút úgy indultunk neki kazárnak is, hogy teljesen tanuló év lesz ez az egész, és tanuló verseny, hiszen ott se és itt se mentünk még ezzel az autóval, illetve sehogyan sem. Ott sikerült egy jó eredményt elérni, voltak kisebb hibák, de úgy gondolom, hogy azért ezt a tempót át tudjuk menteni a mostani versenyre is. Az autót sikeresen összeraktuk, illetve kikalapáltuk otthon, édesapámnak köszönhetően, úgyhogy az összeállt. Remélem, hogy itt megúszunk ki még annyi törés nélkül is, úgyhogy mindenféleképpen pozitívan vágunk neki a versenynek. Kazár valóban a hosszú egyenesekkel tarkított pálya, az a hosszú váltónknak az kedvezett. Ott se tudtunk ötödiket kapcsolni, itt szerintem még negyediket is ritkán fogunk, vagy nem is fogunk, de úgy gondolom, hogy a kevés váltás miatt talán ezt is előnyünkre tudjuk fordítani, úgyhogy meglátjuk, hogy hogyan sikerül. Hát a prológ az nagyon-nagyon jó volt, azt én nagyon élveztem. Csúszkáltunk kicsit, de egész jó tempót tudtunk autózni. Hát a mai nap az nekem kicsit nehéz lesz, mert kanyar-kanyar hátán van. Tehát igazából egyenes nagyon nincs is benne, és roppant hosszú az itinerünk, úgyhogy remélhetőleg sikerrel fogom tudni abszolválni ezt a napot. Van 8 darab gumink, ebből 4 közép, meg 4 lágy, azt hiszem. Hát egyelőre a lágyjal kezdünk, aztán meglátjuk, hogy alakul az idő. Aztán majd választunk. Hát ők lennének a szervizcsapat. Igazából nekik nagyon sok mindent köszönhetünk, mert teljesen minden terhet levesznek rólunk, tehát mindent megcsinálnak helyettünk az autón, úgyhogy ezúton is szeretném nekik megköszönni, hogy itt vannak és segítenek nekünk. Thank you.
a top 5-öt céloztuk meg mind a kategóriában, mind a MARB abszolút értékelésben. Hát ezt most így a nap végére kimerem jelenteni, hogy túlszárnyaltuk, és nagyon meg vagyok elégedve a csapattal, a támogatókkal és mindenkivel, aki segített nekünk, hiszen nélkülük nem lehettünk volna itt, sőt sehol máshol. Nagyon jó csaták voltak, tényleg tizedeket kerestünk és tizedekre autóztunk egymástól. Nem gondolom, hogy ez egy olyan verseny volt, ami nagyon könnyű lett volna a számunkra, de sikeresen abszolváltuk, és szeretnék gratulálni mindenkinek, aki célba ért. Nagyon nagy csata volt ugye a kategóriánkban, meg ugye a MARB top 5-be. Ott nagyon közel voltunk egymáshoz mindannyian. Igazából az első két gyorsági az még jól sikerült. A harmadikon bakiztam egy elég nagyot, de hál' Istennek a Gábornak ez sikerült abszolválnia. Igazából talán kimerem jelenteni, az eddigi legmelósabb versenyünkön vagyunk túl, de sikerült célba hozni az autót, és ha minden jól megy, akkor első helyen.